Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, és köszöntöm Hanó Miklós polgármester jelölt urat is. Engedjék meg, hogy szóljak néhány általános dologról, és aztán átadjam a polgármester jelölt úrnak a szót. Az általános dolgok közé tartozik, hogy a Fidesz az elmúlt hét végén tartotta meg az országos választmányát, és az országos választmány az a fórum, amely döntött, mint ezt gondolom már napvilágot látott a sajtóban, a jelölt állítás kérdéseiről. Annyit kell tudni, hogy országosan 1167, tehát 1167 településen indít polgármester jelöltet. Ebből 893 fideszes lesz, és 274 független jelölt, tehát országos adatról beszélek. 10.000 lakos fölött, városok közül 164 10.000 fölötti lakos polgármester jelöltjét adja a Fidesz, és az ennél kisebb településeket pedig 1003 polgármester jelöltje van a Fidesznek. Tehát ez az országos adat. A főpolgármester, ugye, mint napvilágot látott, az Tarlós István lesz. A megyei elnök jelölteket is jóvá hagyta a megyei választmány, és azokban a nyitott kérdésekben, ahol még egyeztetések szükségesek, ez körülbelül olyan 30-32 hely, ahol vagy helyi jelöltek, vagy polgármester jelöltek tekintetében még nincs végleges döntés. Augusztus 15-éig dönt a választmány, erre hatalmazta föl a választmánytagság az országos választmány elnökségét, vagy ha időközben változás történik, akkor ez a felhatalmazás megvan. A Fidesz-KDNP augusztus 21-én kezdi el gyűjteni a támogatói aláírásokat az önkormányzati választások előtt. A jelöltek programjában pedig országosan és központilag is meghirdetve a gazdaság erősítése és a munkahelyteremtés fog állni. Ennyit szerettem volna elmondani a országos viszonylatból, és természetesen ebből a vonulatból, az országos vonulatból nem maradhat ki Békés, csak a Békés megye sem. A megyei jelöltek, megyei önkormányzat jelöltjei napvilágot láttak, a megyei elnök jelölt személye is ismert, és Békés Csabán pedig a polgármester jelölt Hanó Miklós úr. És akkor engedjék meg, hogy átadjam a szót, és ha végén lesz kérdés, akkor állunk rendelkezésére. Szeretném megköszönni polgármester úrnak, a Fidesz városi elnökségének, és a Békéscsabai Fidesz tagságnak, hogy jelölté válhattam, és támogattak a jelölésbe. Úgy gondolom, hogy a megközelítőleg 20 év, amit az önkormányzatiságban, önkormányzati képviselőként azon belül többször voltam valamilyen szintű városi vezető, úgy gondolom, hogy kellő tapasztalat és gyakorlat van az ügyben, hogy a város érdekeit kellően tudjam képviselni. Én, amit a polgármester úr említett, az országos programmal egyetértve és ahhoz csatlakozva én is kiemelném a munkahelyteremtést és a gazdaság élénkítés fejlesztést. Mindazonáltal ugye Békés Csaba tudjuk, hogy egy nagy agrárváros, itt a élelmiszeriparnak a újraélesztése nagyon fontos kulcsfontosságú ahhoz, hogy munkahelyek teremtődjenek, és úgy gondolom, hogy azon az úton, amit a polgármester úr az elmúlt 8 év ciklusban meghirdetett és a városvezetések közösen és a Fidesz frakcióval közösen elért, azt szeretném folytatni. Megközelítettek 25 milliárdos fejlődés hajtódott végre az elmúlt 8 évben, ami még egy csomó olyan projekt van, ami meg még közben folyamatában is van. Ezek a városban az itt élőknek a életkörülményét igen jelentősen javították, ebben még hiányzik a munkahelyteremtés. Ebben is történtek előrelépések, de ebben még van mit pótolnunk, és ez ügyben most is megemlítem a ütőházat, ami már döntés előtti előkészítésben van, és remélhetőleg ott munkahely fog teremtődni. Úgy gondolom, hogy az a program, amit a elmúlt 8 éves ciklusban a városvezetés, ismételten említve a polgármester úrra gondolt és folytatott, hogy minden egyes forinthoz legalább 7-8 forint Európai Uniós vagy állami pénzt rendeljünk mellé a fejlesztésekhez, ez továbbiakban is cél, hisz vannak olyan projektjeink, amik szinte 100% támogatással valósulnak meg, az az itt élőknek mindenféleképpen és a városnak egy gazdagodást jelent, és ezt szeretném mindenféleképpen továbbvinni, és egy olyan politikai légkört teremteni a városba, hogy mindenkinek az érdekét tudjuk képviselni, és tudjam képviselni. Köszönöm szépen, hogy itt akartam elmondani. Köszönjük szépen!